Oké. Tehát ez a beteg, ez úgy került hozzám, hogy tirac 5-ös göbe van, egyébként hipotiroidizmusa volt, a citológia follikulás karcinoma alapos gyanúját mutatta, és megvolt már a műtéti javaslata is, hogy teljes pajzsnyi eltávolítás történjen. Lejátszom még egyszer a videót, tehát ballebenyről van szó, nem tudom, van-e valakinek valamilyen véleménye ezt a képet látva. Kicsit sötét, de talán látjátok. Nincs valami megjegyzés? Én nem vagyok meggyőződve, ez tirac 5-re, most hát ez, valakinek olyan nem annak tűnik nekem, de lehet, hogy mit csináltál vele? Mondom, de még ha hát van még valami megjegyzés, mert várom. Karcsi, szerinted mi? Kérdezz le, Karcsi, mi ez a diagnózis így az útrang alapján, érted? Mondom még egyszer, hipotiroidizmusa is volt a betegnek. Minek? Hát nem, ez Hashimoto, tehát azért mondom, sötét a felvétel, tehát nem folyadék. Ez egy, hát ennek muszáj, hogy Hashimoto legyen, mert hát minden a nyavajától van hipotiroidizmusa. Hát így néz ki egy Hashimoto. Oké, egy eléggé florid, már úgy értem, a kifejezett ehhozszegénység miatt az, de hát azt gondolom, hogy ez így ránézésre nem nagyon jutna eszembe a göb kifejezésre használni. És ugye itt van egy fontos dolog, most itt megállítottam. Az, hogy göb vagy nem göb, a harántban sokkal nehezebben tudjuk megállapítani. De nyilván a kolléga, aki ezt radiológusként véleményezte, ezt látta, ha ezt én itt megállítom, ez simán lehet egy tirac 5-ös göb, egy kifejezetten ehhoz szegény göb, szabálytalan szélekkel, hát így néz ki egyébként egy tiroiditis-es góc, a tiroiditisnek ilyen puzzle-szerű lobulált felszíne van, ami ugye, ha göbnek tekinteném, akkor ez a határ miatt is tirac 5-ös kategória, kifejezett ehhoz szegénység miatt meg még egyszer. Tehát harántban ez göbnek tűnik, de ha megyek tovább, a hosszmetszet mindig sokkal fontosabb. Szóval itt most valahol megállítottam, megyek tovább, tehát ez a pajzsnak a nagy részét kiteszi, itt egy, ebben a metszetben van, itt egy kicsit kevésbé ehhozszegény, tehát ez egy ehhozszegény pajzsmégy, ez nem egy göbös pajzsmégy. Hát a Karcs kérdésre válaszolva nem tudtam mit tenni, beleszúrtam a citológiába, nem láttam olyat, ami megerősítette volna ezt. A beteg rászánta magát a műtétre, mert hát azért egy folikulás rák citológiai után meg már sebészet időpontja volt. Az egyetlen egy haszna, amit el tudtam érni, hogy csak lobektómia történt, és hát a végső diagnózis az Hashimoto volt. Tehát ez még egyszer elindítom, harántban lehet kétségem, hozban nem nagyon van kétségem, hogy ez lenne. És ráadásul még egy fontos, egy folikulás rák, ez nem tud így kinézni. Hát ha nagyon belakadnék egy rákot magyarázni, akkor papillár is még belemagyaráznám. Ha meg kéne erőszakolnom magam, de hát ez egy folikulás rák nem így szokott kinézni. Nézzétek a keringését, ez nincs ilyen, hogy perinodális keringés, szóval... Na, nem akarom még egyszer elindítani, vagy elindítom, hogyha valaki hozzászól ehhez az esethez. Nekem lenne egy kérdésem így, mert lehet, hogy ez a... Egy mondat erejéig mondva ezt a keringés kérdés, itt a tirat kategóriájában egyáltalán nem szerepel a keringésnek a kérdése, hogy hol van benne, intranodális, perinodális, mindkét helyen van, az a perinodális és intranodális egyaránt jelentkezik. Hogy ezt most mennyire értékeljük szerinted a keringés, tehát a vaszkulizációt az adott göbnek, most nem a jelen esetben, csak most ennek kapcsán került fel, hogy ezt most a tirac egyáltalán nem foglalkozik ezzel. Hát két olyan útrangi jel van, amit a gyakorlatban mindenki valamennyire figyelembe vesz, és le is írják, hogy szignifikánsan befolyásolja a rák valószínűségét. Az egyik az elmosódott határ, tehát nem a lobulánt, hanem az elmosódott határ. Egyik tiracban sincsen benne gyanújelként, a másik pedig a keringés. Na most én azt gondolom, hogy a Magyarországon én azt tapasztalom, hogy rendkívül sokszor látom leírva azt, hogy kifejezetten vaszkularizált göb, és a beteget azzal idegesítik föl, egy rettentő vaszkularizált göbje van. Szerintem ez az első közlemények erről a göbkeringésről mondjuk 10-15 éve lettek nagyobb számban, és akkor nagyon sokan állították, hogy hát ez meg fogja oldani a
marinitás, nem marinitás kérdését, hát nyilván egyáltalán nem oldotta meg, de szerintem rengeteg embernek a fejébe benne maradt az, ami nem igaz, hogy a vaszkularizáció az egy per döntő adat lenne. Szerintem buta, aki nem használja a vaszkularizáltságot, mert néhány esetben tényleg ez a chaotic type, tehát egy papilláris rák nagyon jellemző tud lenni, egy abszolút fokozott, nagyon szabálytalan vaszkuláris infernót is szokták még mondani erre. De valójában tiracban nincsen benne a keringés. És a blurred borne, az elmosódott hatás, pedig az elmosódott határ is növeli a ráknak a valószínűségét, csak sokkal, sok esetben ugye a jó mondatú elváltás is mutatja. Más megjegyzés? Oké, ha nincs, akkor megyek a következőre.